Elindulunk most fellépni Kálosára, ami Szlovákiában van. Van még előttünk egy jó másfél óra, de hát ez ilyen. Úton vagyunk. Az igazság, hogy most megyünk Tarján felé, drága győzi barátunk, ugye ott lakik, ugye ha meghív, hogy valami egy sűtódalásra, vagy valami, de ha nem ő, akkor Zsolti. A lényeg az, hogy Tarjánnak megyünk, Tarjánnak, azt akkor onnan megyünk Altal, majd Szlovákiába. Megérkeztünk. Itt megérkeztünk, igen, itt vagyunk Kálosán. És várjuk éppen a szervező sráchoz, hogy jöjjön ide értünk, mert ilyenkor ugye nem tudjuk, hogy hová kell menni, nem vagyunk helyiek, hát honnan tudnánk, nem? Most örülök, hogy megjöttünk, azért elég hosszú volt az út. Hát nem volt rövid, igen. Hm. És olyan gyönyörű helyeken mentünk, ilyen hegyes, dombos, völgyes hegyeken, úgyhogy nagyon jó volt, és úgy látjuk, hogy elég sokan gyülekeznek itt, amit ti most nem láttok, de majd fogjátok látni. Hm. Hogy mi hol van, meg mi hogy lesz, úgyhogy várakozunk egyelőre. Aha. Ezek azok a pillanatok, amikor a pedig is előttek. Aha. Tök izgi. Úgyhogy ugye a visszaszámlálás is kezdődik az intro sem, meg gyalogfog. Ilyenkor el szoktam bújni. És mire gondolsz ilyenkor egyébként? Szoktál izgulni? Még izgulsz? Van még ilyen? Voltál mindenki, mert én hagytam, hogy átlépesd rajta, hogy búri hozzá! Azt hitt a kerületben, hagyjajam! Hova legyek örömmel, hagyjajam! Neked voltok a szerelemmel, szétjönben! Na mindenki búri hozzám hagylását, hey! Én hozzám hagy tudják, itt a svéd boldogság, gyorsan búri! Na gyerünk! Búri hozzám hagylását! Fújjunk a hangerőt, nem hallom! Én hozzám hagylását! Ring a svéd boldogság! Gyorsan búri hozzám! Na, figyelj! Mikor a nap süt a kerületben, nem tudom, hova legyek örömömben, kereket oldok a szegedben, szép csendben! Na, gyerünk! Fogom a kezedet és figyelek rá, hiába csúsznak a négy szoknyák, senki sem évek besora hozzá, és te segíts! Sikíts! Számlátása, én a számlat tudja, mind a svéd boldogság, gyorsan túl hozzá, ez a sajó! Hé, hagyjálja! Úr hozzá, úr hozzá! Ülök a parton a szerelemmel, közben megfogadnak, hova lettem. De tényleg nem, én inkább mondd el te. Amúgy iszonyat jó buli volt. Tök jó volt a koncert, csak most már nagyon-nagyon-nagyon megéheztünk, és így bejöttünk Salgó Tarjába, egy tök jó kis csárdával. És most várjuk a vacsinkat, nagyon-nagyon-nagyon éhesek vagyunk. Csatlakoznék az előttem szólókhoz. Nem, Frankon nagyon éhes voltam, Marika egyébként, ő mindig éhes, meg mindig pisilni kell.
most is ez történt, úgyhogy bejöttünk, és akkor gondoltuk, hogy a két dolgot azt egyszerre le tudjuk, hogy eszünk is, meg pisil is, mert ha hiszed, ha nem, vagy ha hiszitek, ha nem, mindegy, mindig, csak a pisi, meg a kaja. Ennyi a dolog. Na, tényleg, azt bejöttünk, kicsit elfáradtam amúgy én is most a koncertben, már hogy ez elég húzós volt, de most egy pici megpihenés, az nekünk is jár. Figyelj! Megmutatom, hogy ebből gumit csinálok. Gumi, figyelj! Nagyon menő! Gumi? Igen. Lázuri Geller, tessék. Szta. Szta. Nagyon menő. Erre, most ezt én is kipróbálom, várj. Tessék. Ez pont ugyanolyan. Pont ugyanolyan. Na, mi Zolti? Most már nagyon hiányoztál, itt vagyunk most már a bulinak a másnapján, és végre velünk van Atus, nagyon hiányzott, a mamánál aludt. És most már nagyon örülünk, hogy velünk van. Úgyhogy most így közösen megyünk és mozizunk egy jót, meg plázázunk, úgyhogy szerintem jó lesz. Igen, ilyenkor teljesen ki vagyunk amúgy idegileg, akkor az Ati nincs otthon. Nagyon hiányzik nekünk, úristen, ezt nem tudom elmondani. Mondjad, Atitám, mit akartál? Hogy mozi közben lehet így... Vlogolni mozi közben? Nem. Hát szerintem nincs értelme, mert akkor nem tudunk figyelni a filmre. Úgyhogy akkor majd... kicsit fáradtan ugyan, de lényeg, hogy itt van az Ati velünk, úgyhogy megyünk plázázni, megyünk mozizni. Tartsatok velük mindenképpen. Szóval most ettünk itt az Árkádba. Bár ne tettük volna egyébként. Én ezt nagyon megbántam. Kínai kaját, illetve nem ettem. Tulajdonképpen éhen maradtunk, mert annyira ehetetlen volt, hogy Nagyon. Képzeljétek el. Ez eszméletlen volt tényleg. Hogy anya kibontotta azt a húsit, és rendesen így csöpögött belőle a olaj, ugye? Igen, sajnos. Úgyhogy ez nem volt egy jó kör. Aztán most megyünk tovább is. Hát, próbáljuk folytatni a shoppingot, kell egy-két cucc, aztán mozizunk. És amúgy, mint szokás szerint, már késésben vagyunk szerintem. Sziasztok. Így nagyon kell igyekeznünk, hogy beérjünk a vetítésre. Oroszlán király! Azt te várod? Nagyon várom. Hát, jó. Most ki kell állnunk a sort, aztán utána sietünk be. Igen, na most. Sikerült bekapcsolni a kamerát. Szóval kijöttünk a moziból, és egy kis élménybe számoló a filmről. Nekem nagyon tetszett, Ati. Nekem is nagyon tetszett, főleg az a végén, ez a harcolós rész. Neked mi tetszett a legjobban, Ati? Hát amikor harcoltak, a harcoló. Meg a zimba. Neked, Marika? Én végig sírtam az egészet, szerintem a feles minkem le is volt. De nagyon jó volt. Minden esír. Nem, amúgy tényleg. Hogyha szeretitek a régi klasszikus mesét, akkor ezt nézzétek meg, mert ez tényleg nagyon jó meg volt csinálva. Hát Walt Disney már csak ilyen. És most pedig az fog történni, hogy az Atinak megyünk, legalábbis keresünk cipőt, méghozzá az évnyitóra, mert hogy az Ati jövő hét után első osztályos lesz, úgyhogy kell neki cipő az évnyitóra, úgyhogy most ezügyben megyünk. Ugye, Ati? Igen. Na, majd jövünk. Hát elindultunk már itt cipőt keresni Atusnak az évnyitóra, de az a helyzet, hogy most még neki elég kicsi a lába, és seha nem találunk neki olyan cipőt, ami ezekre a kicsi-kis lábikokra jó lenne. Úgyhogy hát nagy gondba vagyunk, nem tudom, hogy lesz cipő. Nem cipő. De hát kell, cipő az kell, úgyhogy megyünk tovább, nem adjuk fel. Gyerekek! Ha hiszitek, ha nem. Hát nem, hát ez mekkora dolog, hogy összetalálkozok egy... mi ez? Hol vagyunk? Plázába, a Mérivel, Budapesten, gyerekek. Hát ez tényleg, most olyan, mintha megbeszéltük volna, de nem, esküszöm, Istenem előtt mondom, hogy nem beszéltünk meg semmit. Tényleg nem. Egyszer csak jön a Méri velem szembe. Úgyhogy ez egy tök jó találkozás. Mérikém, imádtalak és örültem, én hogy itt vagy. Én is téged, Gino-kám. Sziasztok! Szia! Na szóval, ennyit a nagy cipővásárlásról. Befürödtünk vele.
ugyanis nem találtunk sehol cipőt. Hát reméljük, ma jövő héten találunk. Úgyhogy ez ennyi, gyerekek. Ez ennyi ez a mai nap. Ettől függetlenül tök jó volt, meg minden fasza volt. De mondom, cipőt ezt nem találtunk. Hát nem egyszerű történet cipőt találni most egy 6 éves gyerek számára, ami el is fogadható, és ami az évnyitóra is megfelel. De nem adjuk fel. De talán legközelebb. És ha hiszitek, ha nem, hazaértünk. És amit a legjobban várok, azt tudjátok mi? Elmondom nektek. A marha pörkölt. A tarhonyával. Ezt várom a legjobban. Úgyhogy mindjárt ezt fogok enni. Ez már egy vacsora lesz, ugyanis 6 óra van, úgyhogy ilyenkor vacsora. Úgyhogy ezt várom a legjobban, gyerekek. Úgyhogy pillanatokon belül itt lesz az asztalon, és megeszem. És tudjátok mit? Azt is megmutatom nektek, hogy hogy eszem meg. Jaj, apa! Úgyhogy ez fog következni. Megy a melegítés, stb. Úgyhogy hazaértünk. Édesség, vacsi van, és meg utána. Halljátok? Jó, nem, nincs édesség, csak mondom. Oké. Nincs édesség. Nincs. Na, szóval leszek mindjárt. Sziasztok! Ma van a Marikának a szülinapja. Szeptember 1-e van. És ő nem tudja, hogy ezt a videót most csinálom. De a lényeg, hogy az Atival kitaláltuk ketten, hogy meglepjük őt ma, még hozzá egy kis tortával. Azt fogjuk kamuzni az Atival, hogy elmegyünk autót mosni, vagy mosatni, de igazából majd a tortáért megyünk. De most kimegyek hozzá Napoliba, és felköszöntem őt. Gyertek velem! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Marika! Boldog szüli napot! Éjj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 
az, hogy szóval boldog szülinapot szerettem volna neked kívánni. Még én is zavarba vagyok, nem hogy te. Na milyen érzés így hirtelen, csak ha valaki így felköszönt a semmiből? Jó. Jó? Hát nem úgy néz, olyan, mintha szomorú lennél. Nem vagyok szomorú. Nem vagy szomorú. Na a lényeg az, hogy szülinapod van, és ez még csak a kezdet, csak gondoltam megleplek így egy hirtelen egy ilyen dologgal, úgyhogy boldog szülinapot kívánunk még neked, vagy háromszor ennyit, jó? Mindenképpen imádunk, szeretünk. Ati bár el van foglalva, azt mondja, draftozik, vagy mit csinál? Nem tudom, mit csinál, lényegtelen. Lényeg, hogy boldog szülinapot! Egyébként az igazsághoz hozzátartozik az, hogy az előbb ugye láttuk, hogy a Marika nem igazán tud most felhőtlenül örülni, hiába van születésnapja. De egyébként vele együtt én sem, mert történt a baráti körünkben egy olyan felfoghatatlan, szörnyű tragédia, ami nekünk, gyerekes szülőknek is egy olyan hát még beszélni, a könyvek nem tudom elmondani, olyan, nem is akarok egyébként ebbe belemenni. Nem is kell, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. A baráti körünkben történt egy tragédia, ami mind a kettőnket nagyon megérint, és egyszerűen csak ezért nem vagyok teljesen felhőtlen annak ellenére, hogy szülinapom van. És csak ezt meg akartuk osztani veletek, hogyha így ennyit erről igazából egész napra csak tudjátok, hogy mi újság. Ennyi igazából. És ahogy ígértük, most szépen átvágtuk a Marikát, mégpedig úgy, hogy azt mondtuk neki, hogy eljövünk autót mosatni, és igazából az Atival elszöktünk tortát venni, úgyhogy most odaindulunk éppen. Úgyhogy nagyon izgalmas. Mutatjuk legközelebb, hogy milyen tortát választottunk. Oké? Okay? Sziasztok! Na és hát megyünk a tortásba, és megnézzük, hogy mik vannak. Na nézzük. Most megyünk be. Na nézzük.
itt vagyunk. Nézzük, hogy milyen torták vannak. Na várjál, mutatom nektek. Van ilyen, 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 ilyen. Hát igazából azt mondta, hogy a gyümölcsös tortákat szeretném. Itt van egy epres. Akkor ott is van egy epres. Akkor van ott is egy ilyen fehér valami. Ja, szóval van. Szerintem legyen ez a rózsaszín. Eferjukur torta? Igen, itt van, ez. Hát nem? Hát olyat vegyünk, ami nekem is jó, meg anyának is, meg neked is, meg mindenkinek jó. Mikor a nap süt a kerületben, nem tudom, hova legyek örömömben, kereket oldok a szerelemmel, szép csendben. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Búj hozzám most, baby. Mikor a nap süt a kerületben, nem tudom, hova legyek örömömben, kereket oldok a szerelemmel, szép csendben. Fogom a kezedet és figyelek rád, hiába csúsznak a miniszöknyák, senki sem érette soha hozzád, s te se higgy más. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Búj hozzám, baby, hey, búj hozzám, búj hozzám, szeretem, ha veled látlak. Búj hozzám, búj hozzám, mert ez a tánc nem várhat. Ülök a parton a szerelemmel, közben meghívogatnak, hova lettem, én meg csak úszom az örömökben, a szél csendben. Érzem az élet és vigyorog ránk, azt hiszem pont ilyen a mennyország, oda se nézek, ha nekem rázzák, figyelek rá. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Szétved, de én is egyszer élek, ugye, 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 érted? Néha folytogat a fülletség, ha látom azt, amit esetleg kaphatnék. Jövök, megyek, simul, a sok szépség, mi lesz velem, veled, ha megtörnék, ha olyan vagyok, mint egy vulkán. De kérdezz, kicsi, búj hozzám. Búj hozzám, hadd lássák, érj hozzám, hagyd tudják, ringas még boldogság, gyorsan búj hozzám. Sziasztok! Hát most indulunk a szülinapi ebéd, vacsora, valami ilyesmi. Estebéd. Estebéd, ezt a szót kerestem. Úgyhogy bejöttünk a belvárosba, és akkor most megünnepeljük a 30-at a srácokkal. Nagyon várom. Nagyon szép. Tök szép helyet választottam. Amúgy tök egzotikus. Indiai, ugye? Indiai. Igen, egy indiai kaja lesz, úgyhogy már nagyon várom. Majd megmutatjuk azt is, hogy milyen volt. Sziasztok! Megérkeztünk az étterembe. Hát nem volt egyszerű, mert igazából az volt a helyzet, hogy hát nem tudunk kártyával fizetni, vagy hát nem tudtunk kártyával fizetni, és amikor megérkeztünk, akkor ez így ki volt függesztve az ajtóra, úgyhogy el kellett mennünk keresni egy ATM-et, és az helyzet, hogy iszonyat meleg van, legalább 35 fok, tűző nap, és az Atis már nagyon nehezen bírta, igaz? Igen. Most már nagy nehezen megérkeztünk, aztán felvettük a rendelést, úgyhogy most várjuk, most nagyon-nagyon éhes az Atis. Úgyhogy bízunk benne, hogy hamar megkapjuk a vacsinkat. Ugye? Igen. Igen. Jól van.
Szóval megvoltunk a szülinapi vacsival. Marika, téged kérdeznélek, hogy ízlett neked ez? Jó, nagyon finom volt, csak annyira tele vagyok, nagyon brutál volt, de nagyon-nagyon finom volt. Nagyon jó volt. És összességében a születésnapodat hogyan élted meg, így a 30-et? Nagyon szép volt, és nagyon köszönök mindent, a vacsit is, a tortát is, meg úgy összességében, hogy vagytok nekem, szeretlek titeket, és jó szülinap volt. Ezt még egyszer elmondanád? Szeretlek titeket. Ja. Csak azért, mert jó hallani ezeket. Mi szeretünk téged, és nagyon örülünk, hogy ilyen boldoggá tudtuk tenni neked a 30. születésnapodat. Nem akarok sírni meg. Nem kell sírni, nem kell sírni. Olyan vagy, mint a fán. Olyan vagy, mint a fán. Mondtam, gyerekek, ti sírni kell neki, mindig sír. Majd most már lassan meg fogjátok ismerni őt. Ennyi. Pisilés, sírás, evés, nagyon szeret enni. Hát ilyen. Mert jó, hogy vagytok nekem, hogy ezt így együtt tudtuk. Örülök neki. Legyen még sok ilyen. Ne régy bundás! Akkor majd még jövünk. Tibit,